6 új játékossal a soraiban folytatja szereplését a PMFC labdarúgó csapata az NB2-ben. Weitner Ádám együttese 10 győzelemmel, 9 döntetlennel és mindössze 1 vereséggel vonult téli szünetre decemberben. A közös munkát január 2-án kezdte meg a gárda. A 4 hetes téli felkészülés során szerda-szombat ritmusban összesen 4 edzőmeccs szerepelt a programban. A klub a vasárnap 15 órakor kezdődő Budafok elleni hazai találkozó előtt szurkolói ankétot tartott pénteken a Made in Pécs kaféban. Az ellátogatók Győri Jánostól a PMFC ügyvezetőigazgatójától, Tóth Attilától a klub sportigazgatójától, Weitner Ádámtól az NB2-es együttes vezetőedzőjétől, valamint Rácz Lászlótól a PMFC csapatkapitányától és Szabó Mátétól a jelenleg a tabella második helyén álló gárda támadójától kérdezhettek. 5 távozónk van eddig, ugye még van azért több mint 2 hét az átigazolásból, 6 érkezőről tudunk beszámolni, azért tettük meg ezt a változást a keretben, mert reméljük, hogy erősödtünk ettől. Nagyon körültekintően próbáltunk igazolni, mindemberileg, mind sportszakmailag is megtettük, amit tudtunk, hogy megvizsgáljuk az érkező játékosokat, hogy milyen játékerőt képviselnek. Szerencsére ez egy jó nyomás, második hely. Azt gondolom, hogy magunkhoz képest erősödött a keretünk. Reméljük, hogy minél többet ki tudunk belőle hozni, és hogyha így fejlődünk tovább, mint az első fél évben, akkor bármi megtörténhet. Hát ez nehéz időszak ilyenkor egy sportoló életében, amikor nincs bajnoki mérkőzés és felkészülésekkel foglalkozni, mert itt a fizikai mutatók kerülnek előtérbe. Ami volt munka, azt elvégeztük. Szerintem a mérések is ezt mutatják. Nagyon bízom benne, hogy ez ki fog jönni a bajnokság során is. Egyáltalán nincs teher. Meg távol is akarom tartani a srácokat ettől, meg az egész csapatot és az egész közeget ettől, mert akkor az veszélyes lenne a meccseinkre nézve, hogyha itt ezzel foglalkoznánk, a feljutásra nem szabad foglalkozni. Sokat nevetnek a lányaim, de lépésről lépésre haladunk, mert ezt mindig elmondom, és most ez csak a következő meccsen foglalkozunk. Hát a tavasztal azt várom, hogy fejlődjön a csapat az őszhez képest, és nem is véletlen ez a 6 igazolás, vagy 7, amennyi lett így a végére. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy munkát tettünk bele ebbe a 4 hétbe. Az elejétől kezdve érződött a csapaton az, hogy mindenki a PMFC tagja akar lenni, és mindenki be akar kerülni a csapatba. Ez látszódni fog, biztos vagyok benne vasárnap is a Budafok ellen, a szívünk lelkünket biztos, hogy ki fogjuk tenni a pályára, és ez eredménnyel is fog párosulni, nagyon remélem és bízom benne. A csapat abszolút nyugodt, jó a hangulat, készülünk, tényleg lehet, hogy közhelyet, de tényleg valóban napról napra készülünk, meccsről meccsre, úgyhogy nem érzek tehert a csapaton, úgyhogy élvezzük még akkor is, hogyha szakadó esőbe edzünk, vagy éppen a hó esik, vagy mély a talaj, vagy kemény, de nem panaszkodunk, úgyhogy tényleg élvezzük azt, amit csinálunk.